kezdődik egy sárkányinvázióval és őrült vérengzéssel megspékelt Kristen Cicerelli, az utolsó Namsara. És ehhez a könyvhez van egy piszok cuki gyertyám. Mi sárkánypikkelyek is vannak benne? Sziasztok! A mai történet egy fantasztikusan nagyon izgalmas és nagyon klassz, érdekes, és ugyanakkor kaotikus történet, ami, mint utólag kiderült, külföldön hihetetlenül nagy szeretetnek és nem is tudom, őrült, hype-olt mániának örvend. És nekem az a furcsa, hogy itt Magyarországon nem. Szóval, hogy úgy nagyon nem. Őszintén bevallom, erről a könyvről semmit nem tudtam. Semmit, de úgy semmit. Aztán Instagramon láttam róla egy posztot, és elkezdett nagyon érdekelni, és végül elolvastam. És hozzá kell tennem, hogy ez a borító, szóval ez így, fúj. Nem néz ki rosszul, mert közelebbről megnézve egyébként ezek csillognak, meg ez is baromi jól néz ki, meg itt is nagyon jól néz ki. De úgy alapvetően, nem tudom, szóval egy nő, aki késpuszilgat, valahogy nem lett a kedvenc borítom. De ez kifejezetten a borító, amitől tekintsünk el, mert rossz borító mögött is lehet zseniális könyv, és zseniálisan, csodálatosan, fantasztikus borító alatt is lehet szörnyű borzalom. Na, ez most a jobbik eset, ez a furcsa borító és baromi klassz történet. Mielőtt belevágnánk, köszönöm szépen a recenziós példányt a Dream válogatásoknak, mert ez nagyon klassz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik. Na de akkor jöjjön is a történet. A történet Asáról szól, aki Fülgár birodalomban él, éli mindennapjait, és ő egy iszkari. Na már most a történetről tudni kell, hogy a ősi legendák és a, nem is tudom, a saját hitviláguk szerint volt egy Namsara, meg volt egy iszkari. És az iszkari volt a rossz, a Namsara meg jó. Szóval angyal és ördög körülbelül. És Asa, ő az iszkari, tehát a gonosz, megáltalkodott, gyilkos, vérengző, nem tudom mi. És nincsen Namsara, mert a Namsara az nagyon ritkán jelenik meg, és ő úgymond a fény fele vezeti a népet, szóval ő az, aki azon rossz időszakban felemelkedik, és megmutatja azt, hogy mi a helyes irány. Namsara nincs, iszkari van. Fülgárd, illetve az egész birodalom, amiben ők vannak, tele van sárkányokkal, és a sárkányok nagyon ugye különleges erővel is bírnak, meg tüzet is okádnak, és azért az, hogy nem utoljára, mert történeteket mesélnek. És Fülgárdba, illetve Asának az egész gyerekkora óta, meg úgy régebben is, be vannak tiltva a történetek, mert a sárkányok a történetekből táplálkoznak, és ezek a történetek úgymond varázserővel bírnak, és senki nem mesélhet történetet, mert akkor megerősíti a sárkányokat, és a sárkányok támadnak, és azt senki nem szeretné, hogyha elpusztítanának egy-két embert, egy-két várost, egy-két birodalmat, szóval nem mesélhet történeteket. Szóval minden mendemonda, reggel és esti mese tilos. Na jó, ez nem spoiler, mert kiderül a legelején, szóval Asa történeteket mond a sárkányoknak, és ezért ő az iszkari, aki a sárkány király, azaz a fő király az apjának a fő sárkányölője. Remélem értitek. Szóval van a király, aki sárkányokat akar öldösni, és felhasználja a lányát, aki úgy nyírja ki a sárkányokat, hogy mesél nekik. A sárkányok előjönnek, Asa meg kinyírja őket. Nem kedves. De igen, na most ez van a legelején, és aztán belekeveredünk egy ilyen birodalmi-szerelmi harcba. Na most én az legelején azt hittem, hogy a Jareddel való házasságát majd elmenekül, mint az árulás csókjában, és ott hagy csapott papot. Hát nem. Ez a lány nem az a tipikus elmenekülek, és mindenki azt csinál felőlem, amit akar. Nem. Nagyon nem. Az elején ilyen akart lenni, de nem. A történet szerint a lány megismer egy olyan szolgát, megmenti az életét, és történnek bizonyos dolgok. Nem. Nem az, amire gondoltok. Nem. És pont attól, hogy nem az, amire gondol az olvasó, ettől olyan meglepő. Ó, hogy mondjam el, hogy ne spoilerezzek. Amikor Asa kicsi volt, akkor a városukat
jött Kozsó, az őssárkány, és az egészet lángra borított, és kb. A félváros meghalt. És ezért mindenki a sátorkolja, és nagyon, nagyon nem csípik a csajt. És most kitalálta az apja, Asának az apja, még így az első 20 oldalban, hogy Asa menjen, és nyírja ki Kozsut, és ha a sárkánnyal végez, és elé hozza a fejét, akkor ugye nem kell hozzá menni a zsarethez, akit ő nem szeret. Na már most ez itt elindul, és ugye van a szolga, akit említettem, és ők elindulnak megkeresni a sárkányt. Hát ez nem megy könnyen, nagyon nem. Belebonyolódnak más sárkányok életébe, illetve a történetek, ami nagyon klassz, hogy ugye van egy fejezet, aztán ad egy kis magyarázatot az írónő, és a fejezet után jön egy történet. Aztán megint jön egy fejezet, és aztán megint jön egy történet. Na most pont átlapoztam. Szóval... megint jön egy történet. És ez nagyon-nagyon klassz, mert tudjuk azt, hogy milyen történetről beszélnek, hogy mire kell úgymond visszautalni, hogy miért csinálják, vagy miért nem csinálják azt, vagy mi az, amikor a legelső nem szarának a felesége megállt a halálkapujában, és megvárta, és miért mondják az esküvői szövegnél azt, hogy semmi nem lehet erősebb, mint a halál, az idő, a szél, meg minden, szóval nagyon klasszak, hogy így a történetek visszavezetést, illetve előrevezetéseket tesznek. Ezek nagyon tetszenek. Van egy ketreces rész, egy ilyen nagy csarnok, egy aréna, és teljesen azt képzeltem el, mint az Így neved a sárkányodban, vagy hogy mindenki szépen körbeül, van a sárkányok, vannak az emberek, és azok ott tök jól elcsatározgatnak. Szóval az valahogy nagyon Így neved a sárkányod feeling, úgyhogy igen. Ez egy picit valahogy koppintott rá, hogy én nem tudom, azt úgy éreztem rajta, de ezt leszámítva újszerű volt, varázslatos volt. Nagyon nem voltak egyszerűek a karakterek, szóval ha azt hittük, hogy Asa egy ilyen nyávogó valaki lesz, hát nem. Nyávogott, tegyük hozzá, de nem annyira. Nem is volt annyira kemény karakter, mint mondjuk Mélborov. Most mindenkinek az érdeke nem érdekel, hanem azt csinálok, amit én akarok. Nem ez az önfejű tuskó volt, de nem is ez a jaj, ne bánts virág, szóval valahogy nagyon jól lett eltalálva Asának a karaktere, pont olyan, amilyen kellett. Torvin is klassz volt, de Torvin nekem valahogy túl egyszerű volt. Ez a, úgy is tudom, hogy miért vagy ott. Szóval nekem ő nagyon egyszerű volt, akkor volt az első nemszere, az is hamar kiderül, ne aggódjatok, az első nemszere is benne van. Őt úgy csíptem, ez a homályos, semmit nem mondok, de azért belelöklek a mély vízbe, szóval ő jó volt. Illetve aki tetszett, az még Dex volt, Asának a bátyja, aki a bozott földieknél volt. Hát na ő... ő aztán nem kis pisolta. Ő mindent elintézett, de így mindent. Ez a, ez van, ez van, ez van, ez van, ez van, ez van, ez van. És akkor így, jó, oké, hogy ez van, de most mi van? Úgyhogy ő aztán, őt úgy csíptem. Ő nem az a leülök a fenekemre és majd lesz, ami lesz, szóval ő nagyon jó volt. Ő jó karakter volt. És pont Dex miatt van az, hogy úgy éreztem egész végig, mintha nem egy főszereplő, hanem egy mellékszereplőnek a történetét látnánk. Mintha valójában a főszereplő Dex lenne, és nem Asa. Kicsit erős, úgyhogy én azért azt mondanám, hogy ilyen 15-16 éves kortól ajánlom. Akik szeretik az Így neveld a sárkányodat, azoknak mindenképp, mert azok úgymond a sajátjuknak fogják érezni, szóval Így neveld a sárkányod, de fanoknak mindenképp. Meg akinek tetszik a borító, mert egyébként nagyon sok olyan kommentet olvastam, hogy nagyon jó a borítója, mert minden nekem nem jött be annyira, de alapvetően nagyon jó volt. És nekem a történetek is tetszettek benne, akkor Dex karaktere, úgy az egész, úgyhogy hol a második rész? Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a Dream válogatásoknak ezt a recenziós példáim, mert nagyon klassz volt. Ez mi sem bizonyítja jobban, hogy van hozzá egy gyertyám. Szóval, ja. Bocsánat, kicsit be vagyok neked. Szóval minden esetre ez a videó ennyi lett volna már, így spoilermentesen.
Aztán majd kiderül, hát leszből a spoileres videó is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a mai videót. Hamarosan én újra jelentkezek egy másikkal. És köszönöm, mielőtt elmegy a hangom, szóval vigyázzatok magatokra, és akinek van kedve, tényleg olvassátok el. Nagyon klassz. Sziasztok! Hiasz voltam!